Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az idén nyáron negyedszer rendelt el másod vagy harmadfokú riasztást az Országos Tisztifőorvosi Szolgálat. A mostani másodfokú figyelmeztetés első körben hétfő éjfélig tart, de miután nem látszik még az előrejelzésben arra vonatkozó adat, hogy a hőség mikor mérséklődhet jelentősen, ez a hőhullám és a hozzátartozó riasztás akár tovább is tarthat. Másodfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább 3 egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 fokot. Egyébként az első nagyon meleg időszak még június közepére jutott, ezt követte július 4-től a következő, de a júliust egy második hőségidőszak is nehezítette, méghozzá július 17-től, akkor bő egy hétig volt forróság országszerte, és most már biztos, hogy az augusztus sem maradt ki ebből a sorból. Ilyenkor persze mindenki a frissítő záporokat várja, csak hogy annak is fennáll a veszélye, hogy ezeket a záporokat kis területre korlátozódva hevesebb jelenségek is kísérhetik, és akkor már kisebb vagy akár komolyabb károkat is okozhat a felhőszakadás méretű csapadék, vagy a jégeső és a szél. Ráadásul a zivatarok környezetében átmenetileg 10-12 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Zivatarok ma is előfordultak, már a déli órákban az északi középhegység térségében, Budapesten és környékén, valamint a Dunakanyarban is kialakult belőlük több is. A kánikulára érdemes felkészülni, fontos, hogy a forróságban több folyadékot fogyasszunk, méghozzá rendszeresen, vagy több órát töltsünk légkondicionált helyiségben, és figyeljünk oda egymásra is, kiemelten az idősekre, gyerekekre, és persze a házi állatokról se feledkezzünk meg. Bár Európa szerte nagyobb felhőtöm nem látható a műhold felvételen, azért magasabb gumoly felhők ma is megjelentek Közép-Európa térsége felett. Magyarországon főleg északon voltak zivatarok is, míg nagyobb területen a zivataros időjárás Szlovákiát érintette. És hasonlóan változatos, mozgalmas zivatarokkal sűrűn tarkított időjárás a közép-európai térségön kívül még Bulgáriában, Macedóniában, Albániában és Görögország nagy részén volt. És az alacsony, valamint a magas nyomású területek megosztottságának tekintetében Európában az előző napokhoz képest sok változást nem tapasztalhatunk, ugyanis a szárazföld legnagyobb részén anticiklon, míg az Atlanti-óceán térségében és a skandináv vidékeken ciklon határozza meg az időjárást. Ennek megfelelően sok a napsütés délnyugat, dél, közép, kelet és délkelet Európában, míg nyugaton és északnyugaton felhősebb, gyakran csapadékos az időjárás. A fentebb említett felhőzet viszonyoknak megfelelően a következő 24 órában is az óceáni térséget, főleg a Brit-szigeteket, valamint a skandináv félszigetet érintheti nagyobb csapadékmező, míg máshol inkább csak helyben, a néhol labilisább váló légkörben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és például a közép-európai térségben ennek valószínűsége is csökken, egyre szárazabb levegő határozza meg időjárásunkat. És melegebb is lesz ez a levegő, és ahogyan ez a melegebb levegő áramlik délnyugatról, úgy lesz jellemző csak nem egész Európára a hőség és a forróság. Az már nem szokatlan, hogy a déli, délnyugati és délkeleti, vagy akár a közép-európai területeken is lehet olyan erőteljes a felmelegedés, hogy a délutáni csúcsérték meghaladja a 35 fokot, de az előző napokhoz képest a hőmérséklet emelkedés a következő napokban lehet a Brit-szigetek nyugati felén és például Svédország déli tájain is, valamint a Balti-tenger térségében is. Már említettem, hogy ma főleg hazánk északi felén többek között az északi középhegység térségében voltak záporok, zivatarok, amelyek az egyre magasabbra törő gomoly felhőzetből alakultak ki. Az Időkép parádi webkameráján épp egy ilyen gomoly felhő képződést figyelhetünk meg. A kezdetben derült égbolton ezek a felhők néhány óra alatt fejlődtek, aztán naplemente után fokozatosan eltűnnek ezek a felhők is, a záporok, zivatarok is megszűnnek, és a hajnali órákra már országszerte gyengén felhős vagy derült időre van kilátás, 16 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Holnap ismét országszerte napos és döntően száraz időre számíthatunk, újabb gomoly felhők megjelenhetnek ugyan, de nem sok lesz belőlük, és kevés helyen lehet már csak zápor vagy esetleg zivatar, főleg továbbra is az északi középhegység térségében, keleten, észak-keleten lehet még zápor, zivatar, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, átmenetileg erős
erősebb szél csak az esetleges zivatarokat kísérheti, és egyre több felé a hőmérséklet 35 fok közelébe emelkedik a legmelegebb órákra, sőt a fölötti értékekkel is több felé már számolni kell, 37-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az erős UVB sugárzás miatt továbbra is kerülni kell a tűző napsütést, különösképpen a 11 és 15 óra közötti időszakot. Még akkor is, ha épp a strandon vagyunk, hiszen valószínűleg sokan töltik majd a következő napokat is vízpartokon. Igazi strandidőre számíthatunk az itt hamarosan megjelenő vízhőmérsékletekkel. A legtöbb tavunk már 25 fokos, vagy annál kissé melegebb, és egyelőre pedig a nagyon meleg időre kell berendezkednünk, még ha a jövő hét elején 1-2 fokot vissza is esik a csúcsérték, de ezt alig fogjuk érzékelni. Az éjszakákon is, különösképpen a nagyvárosokban már nem fog frissülni az idő, derült, napos, száraz időben lesz tehát részünk. További nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!